A koronavírus a témánk a folytatásban, itt a Rádió 1-en. Bücs Ágnes van itt velem a telefonvonal túlvégén. Ágnesről annyit érdemes tudni, hogy ő a Napsütötte Toszkána oldal tulajdonosa, olasz férje van, természetesen a Napsütötte Toszkánában él, de egyéb információkat ő fog elmondani. Szervusz Ágnes, köszöntelek! Szervusz, buonasera, szeretettel köszöntünk mindenkit. Annyit árulj el nekünk, Ágnes, hogy mióta élsz Olaszországban? Már 2007 óta, tehát körülbelül 12 éve már olasz is vagyok, tehát kettős állampolgár. Mindig is Toszkánában éltem, Toszkánának az egyik legszebb részén, az úgynevezett Val d'Orcsában, azaz az a UNESCO világörökség része is. Hotelünk van, éttermünk, főzőiskolánk, magyaroknak nagyon sok programot szervezünk, jelenleg éppen pihenünk, mivel ugye a helyzet ezt adta. Igen, hát nem mehetünk el a helyzet mellett. Milyen helyzet van most nálatok? Úgy a közhangulatra vagyok elsősorban kíváncsi. A közhangulatról annyit, hogy ugye mi egy picit mondanám azt, egy hónappal előrébb járunk, mint a magyar történések, tehát mi már azon túl vagyunk, azon a pánikon, azon az első reakciókon, ami még Magyarországon most érkezik be. Egy picit ennek megfelelően, illetve az olasz mentalitásnak megfelelően, ugye ez egy picit másképp van. Attól függetlenül, ugye, hogy mi is a családtagokkal el vagyunk zárva, azért napi szinten a beszélgetések, telefonon, napi szinten egymásnak a felhúzása, hogy ugyan már minden rendben lesz, de túl leszünk rajta, jó, majd valahogy kialakul, ez az olasz feeling, ugye ez azért megvan. Jelenleg ugye karantén van itt is, nem javasolják, hogy az emberek egymással ugye érintkezzenek, ne nagyon járjunk ki, csak hogyha nagyon muszáj, tehát egy gyógyszertár. Ennek a leküzdésére be is zártak éppen emiatt sok boltot, hiszen az elején, amikor az iskolákat bezárták, itt is a fiatalok ezt viccnek vették, és elmentek shoppingolni, plázázni, mindenféle olyan helyre, ami valójában ugye nem lett volna szabad, illetve egy kicsit azt gondolom, hogy az is volt a probléma, hogy a média nem olyan szinten közölte az emberek felé azt, hogy mi valójában a probléma, és ugye az emberek így ezt elnagyolták. De a hangulat reményt kelt, ugye nagyon sok olyan ember van, aki bérházakban él, és maximum az erkélyre mehet ki. Ugye az olaszoknak megvan a sajátos Dolce Vita hangulatok, ebből lettek ezek a bizonyos zenélések, ami ugye egy picit előt ad az embereknek, hogy a szomszéddal együtt egy-egy dalt éneklünk, vagy zenét hallgatunk, ezek ugye az interneten mindenhol most láthatóak. Mi is éppen zenét hallgatunk, mivel az étteremnek van zenei része, és úgy döntöttünk, hogy van mi is zenét fogunk hallgatni, úgyhogy a kert az olasz zenétől hangos. Megtapsoltátok ti is szombaton az egészségügyi dolgozókat? Természetesen. A magyarországi helyzettel kapcsolatban annyit tudok itt elárulni, hogy azért az élelmiszer bevásárlás egy kardinális kérdés ezekben a napokban. Ti jelenleg hogyan juttok élelmiszerhez, áruld el, kérlek? Egy picit mi ugye más helyzetben vagyunk, mivel nekünk étterem van, tehát nagyon sok beszállító, ugye beszállított dolgokat, tehát nekünk mondanám azt, hogy egy aranykészletünk van a többi átlag emberhez képest. Amúgy itt a többiek, ugyanúgy a boltok nyitva vannak, tehát hamarabb bezárnak, tehát nem este 8-ig, de az árukészlet folyamatosan az áruszállításét működik, tehát az első pánik, ami megjelent, ami most szerintem otthon is meg fog jelenni, hogy a boltok hirtelen kiürülnek, azokat pótolták, tehát nem kell attól félni, hogy most holnap nem lesz élelmiszer. Itt folyamatosan van friss kenyér, van élelmiszer, van hús. Most jelenleg a friss halakat egy picit, mivel Viareggio környékén is ugye vírus van, mondták, hogy inkább most friss halat ne akarjon senki vásárolni, mert ki tudja, hogy lehet, hogy ott is probléma lehet, de valamilyen szinten ugye azért tájékoztatva vannak az emberek, és éhezésről meg ilyesmiről nincsen szó. Milyen a hangulatotok, ti hogy vagytok, azt meséld el. Próbáljuk ugye a férjemmel egymást felhúzni, ő egy picit ugye szomorú is, hiszen látja, hogy most ugye a Magyarországon is a határlezárások meg ilyesmik. Nem is akartuk volna hazamenni, de maga a tudat, hogy nem is mehetnénk haza, ez egy picit ugye azért az embert valamilyen szinten elszomorítja. Amúgy a hangulatunk jó, nekünk az van, hogy már április 3-ától, ha minden rendben van, akkor már nyitva lehetünk, már indul az élet, hiszen ugye mi egy picit előrébb vagyunk. Reménykedünk a számokba. Persze mindenkit azért valamilyen szinten megviseli az, hogy itt most 20 fok van, gyönyörű jó idő van, viszont a hotelnek is bezárva kell lennie, illetve ugye az étterem résznek is, hiszen mi már március 8-a körül úgy döntöttük már hamarabb is, amikor jöttek a hírek, hogy inkább zárjunk be hamarabb, nehogy utána tényleg mi is belefussunk esetleg egy vírusfertőzés vagy bármi ilyesmibe. Mit tesztek meg az ellen, hogy elkerüljétek a vírusfertőzést, ugye most ez az országos karantén nagyon sokat segít a karantén előtt. Mire hívnád fel a magyar emberek figyelmét, hogy mit kell mégis megtenni a saját egészségünk érdekében? Nem véletlenül hallatszódik az, hogy a környező minden országban, tehát Olaszországban is ugye a fertőzés veszélye kerülése véget, kézmosás, vitamin szedjél, inkább tarts magad távol az emberektől, egy picit tényleg komolyan kell ezt venni, és azt gondolom, hogy mindenki számára most egy olyan életvitelben élünk, hogy egy 2 hét pihenés,
Jó, persze tudom, mindenkinek ugye anyagi vonzata van, pénzügyi kiesés, de egy 2-3 hét pihenés, tavaszi nagy takarítás, együtt lenne a családdal, lehet, hogy éppen nem annyira szörnyű, ha a pozitív oldalát próbáljuk nézni, és ha ezzel megelőzhetünk tényleg egy nagyobb bajt, egy betegséget, én azt gondolom, hogy otthon lenne egy picit, nem fog olyan rosszul esni az embereknek, és ha ezzel hamarabb le tudjuk győzni ezt az egész folyamatot, hamarabb lehet újra visszatérni a munkába, hamarabb lehet minden, akkor azt gondolom, ha minden embernek az agyába ez egy picit bevésülik, akkor hamarabb túl lehetünk ezen az egész helyzeten.